Zsivojin Zsika Pavlovics rajzok és festmények elnevezésű kiállítását, melynek szerzője dr. Zoya Boics ünnepélyes keretek között nyitották meg tegnap a Körgalériában. A kiváló művész arról ismert, hogy mély nyomot hagyott a jugoszláv és a szerb filmek történelmében és az irodalom történelmében is. 15 filmet forgatott, 32 könyvet jelentetett meg, de képzőművészeti munkássága kevésbé ismert a nyilvánosság előtt. Tavaly november 29-én volt Zsivojin Zsika Pavlovics halálának 20. évfordulója. Ebből az alkalomból azt terveztük, hogy hódolatunkat fejezzük ki a nagy művész előtt, mivel művészi munkássága igen sokrétű. Amit a nagy közönség a munkásságáról tud, azok a filmjei és az irodalmi alkotásai. De amit kevesen tudnak róla, az az, hogy festő is volt. Ő Belgrádban befejezte az iparművészeti kart, és ezeket a munkákat, amelyek itt ki vannak állítva, Zsivojin Zsika Pavlovics 23 éves koráig alkotta meg. Ezek után már nem foglalkozott festéssel, hanem a filmezés és az irodalom felé fordult. A tavalyi év végén az Irodalmi és Művészeti Intézet festői munkájáról kisebb kiállítást rendezett a rendező és az író Zsivojin Zsika Pavlovics munkájának szentelt tudományos konferenciája keretében. A kiállított alkotásokat ezután a belgrádi Milutin Bújics könyvtárban is bemutatták, Újvidéken pedig az Egyetemi Kulturális Központ szervezésében láthatta a közönség. A rajzok és festmények 33 reprodukciója 3 egységes részből áll, a városi élet, a tájkép és a tapasztalatok Golnikból. Képzőművészeti alkotásai 23 éves koráig születtek meg. Több részből állnak. Az utolsó részt Szlovéniában, Golnikon alkotta, mivel körülbelül egy éven át gyógyították tuberkulózis miatt. Ezek után már nem foglalkozott többé festészettel, habár feltételezések szerint ez a későbbiekben nagyban befolyásolta munkásságát, különösen a filmezésben és az irodalmi alkotásaiban. A kiállítás szerzője szerint a tárlat több olyan alkotást foglal magába, amelyek a portrét és az önarcképet reprezentálják, ahol a művész magát és művészi kreativitását mutatja be, akinek profilja saját magára nézve átgondolt és erős művészként tükröződik, és akinek tehetsége fogja majd megjelölni a film és az irodalmi kreativitás egy egész korszakát. A kiállítás május 18-áig tekinthető meg. A szerbiai kupa negyed döntőjében a Vajdasági Futballszövetség területén a Vojvodina Futballklub, mint a Szabadkai Körzeti Futballbajnokság kupájának megszerzője, saját pályán vendégül látta a Tisza István falvi Mladost csapatát, és a 90 perces harc után a hazai csapat győzelmet aratott 2-0-ás eredménnyel. Megérdemelt a 2-0-ás győzelem. Úgy gondolom, hogy az első félidőben domináltak a fiúk, a második félidőben viszont az ellenfél felkészültebbnek bizonyult. Magasabb rangban játszanak, jobban futottak és jobb játékosok léptek pályára. Még egyszer gratulálok a fiúknak, szeretném, ha a ligában maradhatnának. A mi csapatunknak pedig azt kívánom, hogy magasabb rangra lépjenek a szerbiai ligában. Reálisan nézve azt gondolom, hogy megérdemelt a győzelmünk, az első félidőben volt néhány helyzet, amit nem használtunk ki, de a mi játékunk, a játékosok akarata és elszántsága tette lehetővé, hogy már az első félidőben 2-0-ra vezessünk. A második félidőben mintegy 20 perccel a vége előtt csökkent a játékkedv, de mégis Isidor Milovanov remek védelmének, valamint a védekező játékosok kitűnő játékának köszönhetően sikerült megőriznünk a hálunkat, és megérdemelten győznünk ezen a mérkőzésen. A tegnapi szép idő jó hatással volt a játékosokra, de a szomszédos klubok szurkolóira is, akik nagy számban voltak jelen a mérkőzésen, melyen jó játékot, szép futballozást, rengeteg szép helyzetet és védekezést láthattak. Marjanov 2 gólja mellett, melyből az egyiket a 37. percben szerezte meg, a másik pedig neki lett ítélve a 43. percben. Mégis a mérkőzés játékosának Isidor Milovanovot kiáltották ki, aki kivédte a kivéthetetlen. Őszintén jó játékban reménykedtem, a sajátoméban és a csapatoméban egyaránt, és nagyon örülök annak, hogy sikerült kivédenem azt a lövést,
A játékosok létszáma kissé megfogyatkozott, mivel sérülés miatt jelenleg Becsanovics és Bubanya nem vehetett részt a játékban, de a Vósa főnöke őszintén reméli, hogy ha felépülnek, akkor a csapat az elkövetkező mérkőzéseken még jobban helyt tud majd állni két fronton is. Becsanovics ma a kispadon volt a kupamérkőzés alatt. Nem szerettünk volna kockáztatni, hogy pályára lépjen és esetleg ismét megsérüljön. Már elkezdtek edzeni. A könnyebb edzéseket csinálják. Lassan visszatérnek a játékosok közé az elkövetkező mérkőzések egyikén. A Vojvodina csapatára bajnoki meccs vár. A következő mérkőzést már szombaton játsszák. A bácsföldvári csapat a bácsfeketehegyi Jadrán csapatával mérkőzik meg, akik a 10. fordulóban 7-1-re kikaptak Bácsföldváron. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy a 14 fordulóval ezelőtti mérkőzés mellett a 6. helyezett Jadrán csapata egy meccset sem veszített el az utóbbi 5 közül. Én optimista vagyok, és a győzelemben reménykedem. Úgy gondolom, hogy azt a kikszet, amit a Györgyén elleni mérkőzésen elkövettünk, nem szabad megismételni. Úgy kell a fiúknak játszaniuk, ahogy ma játszottak, és akkor az eredmény is meg lesz. Szombaton ugyanilyen elszántan kell pályára lépnünk, ahogy azt ma tettük, hogy ismét történelmet írjunk, és akkor az eredmény sem marad el. Én nem félek az eredménytől, ha a fiúk mindent beleadnak, és ha pályára viszik mindazt, amit az edzéseken csináltunk és megbeszéltünk. És amilyen zökkenőmentesen haladták át a szerbiai kupa negyed döntőjét a Vajdasági Labdarúgó Szövetség területén, várhatóan ugyanígy szerepelnek majd a szövetség elődöntőjében is. Televíziónk tudomása szerint a Vósa a következő meccsen házigazdaként játszik, május 29-én. A György Tapavica Gyója stadionjára érkeznek ellenfeleik, a 3. ligás Bratstvo 1946 csapata Bács-Szent-Ivánról. Ők egy nagyon jó szerbiai bajnoki csapat, korábban már játszottam ellenük, és nagyon kellemetlenek. Én mégis nagyon várom ezt a mérkőzést ebben a fordulóban, és egy elkövetkező fordulóban is. Nagyon kevés azoknak a csapatoknak a száma, akik eljutottak a verseny ezen pontjáig. A Bács-Szent-Iván elleni mérkőzés alkalmával még több közönséget várok, és azt szeretném, ha a fiúk a mai akaratukat, harciasságukat, elszántságukat vinnék a pályára. Végül is miért ne? Miért ne mehetnénk tovább és játszhatnánk a Béla Majori döntőben? Az Óbecsei Amerikai Futballklub a GTC Vianor Vidrák csapata május 12-én vasárnap a Tisza melletti stadionon a Sabaci Ajkulák elleni mérkőzéssel megkezdi második szezonját a szerbiai Aréna Ligában. A szerbiai Aréna Liga, amely Szerbiában a második szezonnal jelenik meg, idéntől újításokat vezet be. A játékosok számát 7-ről 8-ra növelik, ugyanakkor a liga kiszélesedik és a minőségen is javítanak. Ebben az évben a GTC Vianor Vidrák csapata a Sever csoporthoz tartozik, és az Ajkulák mellett az Obrenováci Havkszim csapatával is megmérkőzik. Egy nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk, a tapasztalt Sabaci Ajkulák csapata lesz az ellenfelünk. Velük már 2-szer mérkőztünk meg, mindkét csapatnak van egy-egy győzelme. Az utolsó mérkőzést 20-0-ra megnyertük, ezért arra számítunk, hogy az Ajkulák biztosan revansot vesznek ezért az óriási vereségért. A felkészülés korrekten és rendben zajlott. Minden játékos rendelkezésre áll, kivéve Nikola Taskovicsot, aki munkakötelezettsége miatt nem tud részt venni az első forduló mérkőzésén. Ami az erősítést illeti, a klubba érkezett Nikolas Kuban, Ognjen Ruzsics, Alexander Zahorianski és Nemanja Logumerski a zombori Celtics csapatából. Vágyevóból csatlakozott hozzánk Vlajeta Vukovic és a visszatérőnk Marko Dedić, aki Klekből érkezett. Ami a klub vezetőségének ambícióit illeti, azok sokkal szerényebbek, mint az előző szezonban. Ebben a szezonban nincsenek nagy céljaink. Fő célunk az óbecsei ifjúság toborzása és természetesen a minél jobb eredmény elérése. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy az Ajkulák és a Vidrák eddig 2-szer mérkőztek meg egymással, és mindkét csapatnak van egy-egy győzelme. A Vidrák utoljára 2016-ban kaptak ki saját pályán, éppen az Ajkuláktól, de első győzelmüket is saját pályán aratták, ugyanezzel az ellenféllel szemben. A mérkőzést vasárnap, május 12-én 15 óra 30 perckor játsszák az Óbecsei Városi Stadionon. A belépés díjtalan, a Vidrák pedig meghívnak minden sport és amerikai
amerikai futballkedvelőt, hogy szurkolásukkal támogassák őket az új szezonban is.